Sziasztok! Jó reggelt! Ma péntek van. És ugye heti beszámolót szoktam csinálni, most azért csinálom ilyen korán reggel, mert itthon vagyok. Illetve korán reggel, 10:30 múlt 9 perc, úgyhogy nem is olyan korán reggel, mert megjárt van vérvételt. 9 órára itthon voltam, tehát sok ember hétre megy, a gyomor végez, hát elég sokan vannak 7 óra fele, de még mikor én mentem olyan 8 fele, akkor is behívták a kisbabákat, hogy többen rosszul voltak azokat is, tehát a 40-es sorszámmal voltam, és 43-44 úgy ment be, hogy csak 34-es sorszám volt beívva, és nem haladtunk. Kb. Egy fél órát ültem ott pluszba, nem nagyon haladtunk. Bekerültem végre a vérvételre, ott levették 5 perc alatt. Mellettem egy ilyen fiatal kis csaj ült, aki nagyon félt. Közben, mikor ezt bevették a vért, azt néztem, hogy ne lássam. Nem fájt annyira, hál' Istennek. Meg vagyok már vele szokva, minden hónapban kell mennem legalább egyszer, úgyhogy ez már rutin. Nekik is, nekem is. Hát neki biztos, mert minden nap ezt csinálják a vérvételesek. Hazajöttem, most reggelizek, banánt, utána meg majd sült krumplit. Mindjárt mutatom, sült krumplit. Ugye? Megpróbáltam, nem tudom, hogy látszott-e. A lényeg az, hogy mindjárt szedek. El kell mondjam, hogy tegnap akartam már videózgatni, de sajnos egész nap rosszul voltam. A munkahelyen is mérték a vérnyomásomat. 168 per valamennyi volt. Igazából ők azt mondták, hogy igyak és lemegy, de én tudom, hogy a betegség miatt, amit már annyiszor mondtam, hogy kijött, ezek a hátul ütői, meg még pár probléma reggel az induláskor. Hát a munka az még nem megy olyan jól, mint ment, de majd menni fog szerintem, csak idő minden. Kiestem a formából, vissza kell jöjjek, de hál' Istennek vannak olyan emberek, akik ezt elnézik, úgyhogy nekik innen is köszönöm. Ma a vért vettek, ugye azt mondtam már. Igazából most pihenni fogok. Rengeteget. Hétvégét, hát nem tudom, szombaton biztos, hogy itthon leszek. Vasárnap talán, ha megyünk valahova, de nem tudom még, mert változik minden. Percről percre. Meg pillanatról pillanatra, majd ezzel válik, hogy mi lesz vasárnap. Hétfőn pedig megint orvos, gasztroenterológushoz kell menjek. Igazából ezért kellett a vérvétel ma, mert amiben nem végzem el, nem látják a rabort, hogy javult-e valami, illetve hogy rosszabbult-e. Bocsánat. Úgyhogy ezért kellett ma mennem. Munkáján szabadságot kértem ki. 3-at, mert 22-én is lesz egy vizsgálatom. Na mindegy, ne csak a problémáról beszéljünk, hanem jó dolgokról is. Ugye lett 2 olyan videó, ahol zenére énekelek. Sajnos hangszereim nincsenek, mert igazából nem vagyok se zenész, se énekes, csak mivel régenben volt egy YouTube csatornám, és ott eléggé sok néző volt erre a zenés live-ra vagy videókra. Gondoltam, hogy ide is fölteszek 1-2-t, hát itt nem akkora sikert ért el. De ha látjátok ezt, akárki is, aki még nincs feliratkozva, hát illetve még rengeteg ember kéne, hogy feliratkozzon az 1000 követőhöz, de nem vagyok hálátlan, mert így is több gyűlt össze, mint pár magánembernek. Ugye én se színész, nem vagyok, nem tudom eladni magam.
Én a napjaimról tudok beszélni, néha-néha, hogy milyen volt a heteimről, ami ugye most változatlan volt, mert kedden, szerdán ugyanúgy papírfeszniket kellett válogatnom, majd szerdától jött, ami régen is volt, még nagyon vissza kell szoknom, kollégákhoz is, mindenkihez, bocsánat, kérdezett, megeszem ezt az egy banant. De hál' Istennek, hogy elfogadok, majd lesz jobb. Nem kellett erőltetni. De mondom, ha látjátok a videót, iratkozzatok föl. 16 feliratkozom van, kéne 1000, úgyhogy még 980-an, 979-en föl kéne, hogy iratkozzatok, de nem erőltetem. Mert ugye mondom, én nem vagyok színész. Nem tudok alkotni, de azért megköszönném, ha ez összejönne. Szóltam pár ismerősnek, hát ha tud valamit intézni ez ügybe, majd nekik is megköszönöm. És akkor közben szedjük ki a krumplit. Majd mindjárt újrakom a kamerát, hogy lássatok is. Valamit. Na, majd így. Így. Most jól adtok. Veszek elő egy tányért. Hát sajnos már a sőkrumlit se úgy ettem, ahogy régen ettem. Ezt is ilyen... mi ez? Nem lábas, hanem mi ez? Ilyen lernibe kell sütni, olajmentesen. Itt vannak a halludak hozzá. Úgyhogy ezeket most eszem. Mindjárt jövök. Leszelek a sajtot. Itt van a sajtika, kezembe. Így mi. Egy pillanat. Így mi. És elkezdek reszelni. Ezzel a reszelővel. Megfogom a sajtot, kibontom. Én is elkezdem reszelni. Ha van nap vagy hónap után meg kell baratváltozom, amit látom. Jó, ez itt meg is van. Lassan, lassan. Ez kész. Visszatesszük a hűtőbe. Reszeltünk is a sajtot. Közben szeretném megmutatni, hogy tegnap ilyet ittam. Nem tudom, hol kapható ez. Top Joyce limonádé. Úgyhogy általában a kaktuszost szoktam inni, de most ez az, amit kaptam és megittam. Az üveget hagyom is közben. Szeretném bemutatni, ha már itt vagyok, hogy mindjárt egy pillanat, csak beleragadt a francba. Hát ez jó beleragadt, ezt lehet, ezt is kéne mosni. Ilyen ecsettel dolgozok, ez a munkahelyi eszközöm. És ebbe a ronyba szoktam berakni még, mikor végzek a munkával. Ezt az ecsetet nem kéne elmosni, de mivel én abban a teremben nem szeretek járni, ahol ezt mossák, én hazahozzom, és úgy mosom el.
vagy ma, vagy holnap, és vannak különböző méretek. Ebből is ugye ez sima ecset, ezt bármelyik barkácsboltba megkaphatjátok. Egy kb. 3 és 500 forint köz, de ilyen kell a munkahelyemre ragasztani. De ha már megmutattam, akkor mossuk is el. Bemegyünk a fürdőbe és elmossuk. Ha már így megmutattam. Így, itt már mit a mit a kapott, és már mosom fel. Így, utána leülünk enni. Egy kicsa mamó csibori, csibori, csibori. Tudod, ragasztós ez, basz meg. Ebből ki nem jön soha az életbe, főleg, hogy meleg vízzel kéne, csak kis nyomásúkkal. Most meg olyan meleg, mint kint az időjárás, áttasztalni, pusztulás, így kimosni ezt. Hő, de örülök neki, hogy tegnap nem csináltam meg. Pedig a fejemre volt, és tegnap nem is mentem sehova, csak rosszul voltam. Magas vérnyomással még este is. Hát ezt még mosdatni kell, mert nem tiszta. De jó. Pászának. Tegnap hallottam, vagy tegnap előtt egy nagyon jó számot, illetve hát a kolléganőm már régen is mondta, illetve ő ismeri, a Rampappa Mirelli-től. Ha kedvetek van, hallgassátok meg. Először egy csávó énekel benne, majd egy csaj, gondolom ő a Mirelli és nem a csávó. Józan észre, ha gondolkodunk, akkor csak ő lehet. Azt nem tudom, hogy műhaja van-e, vagy igazi, elég érdekes sajtjuk. Az egyszer már biztos, én meg még mindig az esettel szenvedek. Hú, de jó. Ebből soha napján jön ki, pedig kiszokott. Na majd mindjárt nézzük, hogy mi a helyzet ezzel, mert ez így nem lesz jó. Hangpapa. De addig is, ha ráértek, iratkozzatok fel a csatornámra. Lájkoljatok, mert nem jön lájk egyáltalán. Egy-kettő lájk jön, aztán ennyi. Az meg mire jó? Semmire. Most én ezt nem megélhetés céljából kérem, hogy páron. Én csak látni akarom, hogy egy sima ember, aki nem sztár, nem valami nagy szelet, híresség, az eléri az 1000 követőt. Persze utána lehet, hogy az lesz valami hozadék, de nem ez az első, hanem az, hogy jelöljetek be Facebookon, láttok, hogy milyen vagyok, így megtudjátok a képemet is nézni, ha beírjátok, hogy Virág Sándor, ismerősöket, barátokat szeretnék szerezni, feliratkozókat, beszélgetni, ugye csak streamelni, akkor lehet, az 1000 követő megvan, így sajnos csak ilyen videókat szok csinálni egyelőre. Rajtatok múlik, hogy mikor lesz meg. Hát ez sajnos, nem tudom jobban. Mikor lesz meg? Úgyhogy hajrá, hajrá, nagykörű Budapest, egész világ, like, feliratkozás, hajrá, hajrá.
Én látni fogom, ahogy ti feliratkoztok egyből. Elmostam az ecsetet. Hát nem annyira jól, de majd még itt a hétvége, és meg lesz csinálva. Lerakok ide. Visszateszem, és az acskóba így. Hát, azt még el kell mosni. Majd. De jó van. Lényegében azt mondom rá, hogy tiszta, aztán még majd lemosom. Jelzett a telefonom, hogy 20%-on van. Hát, mindjárt megpróbálom. Hát, nem is tudom, hogy hogy csináljam. Ekközben elmutattam, milyen csokikat kaptam, illetve annyi milyen. Ilyen csokit kaptam, Mozart, egyet vagy kettőt tettem belőle, meg Milk tejcsoki, ezt emeltem, ezt anyu kapta. Viszont ez nem. Még egy kicsit tisztozgatom az ecsetet. Ja, meg hát tollal a jelenléti évet mindig be kell írni. Úgyhogy tegnap véletlenül ez a kettő tollal mentem be a munkahelyre, és meg is kérdezték, hogy minek kettő. Hát mondtam, hogy fő a biztonság, ha nincs egy, legalább legyen még egy. Mert volt olyan, hogy nem volt, és kölcsön kellett kérni, úgyhogy azért megszólnak, hogy mindig legyen sajáttól. Úgyhogy kettő darabban mentem. Töltök egy kis fantát magamnak. Kóla is van, de sajnos ezt nagyon keveset ijátok most már. Úgyhogy fantázunk, meg teázunk, meg topjoyce-ozunk. Ugyan mutattam üveget. Ez nagyon praktikus, ha csak úgy útközben rágyul a szomjúság, akkor beugrasz, megveszed, megiszod, és van egy ilyen frankó kis üveget. Hát nem fasza? Hát dehogy nem. Ez fél liter, akár munkahelyre is be lehet vinni, vizet tölteni, bármit. Úgyhogy hasznos ez. Köszönöm, megvette anyu. És akkor ezt használni lehet. Itt a kálciumom, vagyis magnézium, ezt szednem kell. Meg még egy csomó gyógyszer, de azt nem mutatom inkább meg. Szinte olyan, mint egy reggeli. Mert megfelel a reggelinek megfelel a gyógyszeradagom. Hát ez ma. Aki beteg, a gyógyszereket szed. Ennyi. Itt ez az ecset nagyon ideges itt, hogy benne maradt. De majd kimosom délután. Most már nem nyitom meg a vizet, mert akkor nem hallottok. Mindjárt jó halljátok háttérre, megy a tévé. Most így ezt ide helyezem. Így mi? Hát nem is így, hanem inkább így. Így mi? És akkor lehet, hogy azt a reggeli. Egy pillanat, meg közben rendet rakok, mert kopi van, egy kicsit. Ezt is ide rakom. Illetve most, hogy megláttam a másik üveget, ilyen füzér teát is szoktam inni, illetve kicsit be, ilyen dobozosban van a szikfó. Nagykörösen még elég jó árban van, 130 forint, máshol már 150, úgyhogy oda szoktam bemenni, megvenni. Illetve ezt tegnap a Oázis étterembe vettem, mert bementem
rendelni kaját, de szomjas voltam, pont volt nálam annyi, és ezt megvettem. Majd elhozom a reggelimet. Egy villa. Így mi? Egy villa. És akkor már eszek is. Jó, hogy itt vagyok nektek is. Nem jó? De lehet jobb is. Most megeszem, aztán bemegyek tévézni. Szerintem. Meg majd kimegyek a raktárba egy tájért, mert úgy látom, hogy az nincs bent. De most el is köszönnék tőletek, vigyázzatok magatokra, szép napot, jó munkát, ha valaki dolgozik. Hallottam, hogy akkor jó pihenés, ha nyaralsz, akkor kellemes időtöltést. Én Virág Sándor voltam. Iratkozzatok fel a csatornára. Lájkoljatok, Facebookon, ha akartok, jelöljetek be. Meg fogom kérdezni, hogy ki vagy, honnan ismersz, ez alap. Ha azt mondod, hogy YouTube csatornára feliratkoztál és onnan, illetve nézel, biztos, hogy vissza fogtak jelölni. Viszont olyan embereket nem jelölök vissza, aki szemtelenül irdogál, magánéletemről kérdez. Csak a jó embereket, csak a normális embereket. Na, úgyhogy szép napot neked, Csumika. És magamnak jó étvágyok a reggelihez. Puszi!